Hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőti időszak. Az elkövetkezendő hetekben minden nagybőti pénteken este 18 órakor keresztúti imádságot tartanak a csornai premontrei apátságban, és ezzel a szentgyónási lehetőséget is biztosítanak. Elkezdődött a nagybőti időszak Hamvazó szerdával, ami a nagybőtnek az első napja. Nagybőti időszakban ott van mindannyiunk számára egyfajta meghívás vagy felhívás is, hogy ebben az időszakban tudjunk egy kicsit többet imádkozni, több időt szentelni az Istenre, és valami fajta kézzelfogható formában is próbálni közel kerülni az Istenhez. A bőjt az ebben segít bennünket. Tudjuk azt, hogy ilyenkor azt kéri az egyház minden hívőtől, hogy pénteken tartózkodjon a húsételeknek a fogyasztásától, illetve egy évben kétszer, Hamvazó szerdán és nagypénteken csak egyszer étkezzen a maga teljességében, szintén húsmentesen, és kétszer vegyen magához akár valami könnyebb ételt. Ezek a gyakorlatok mind-mind abban segítenek, hogy jobban oda tudjunk figyelni akár a saját életünkre, akár a Jóistenre, és ezáltal tisztább szívvel és felkészültebb szívvel tudjunk megérkezni majd 40 nap múlva húsvét ünnepére. Jó alkalom arra, hogy az ember elvégezze ebben az időszakban a szentgyónását, le tudja tenni azokat a bűnöket, amelyek nyomják a szívét. Mi is igyekszünk ebben a nagybőti időszakban minél többször lehetőséget biztosítani erre a szentmiséghez és a szertartásokhoz kapcsolódóan. Szintén jó alkalom a készületre, hogyha az ember keresztúton, keresztúti imádságon tud részt venni. Itt a premontrei templomban nálunk minden nagybőti pénteken este 6 órakor járjuk a keresztutat a templomba, ez alatt pedig szentgyónási lehetőséget is biztosítunk. Nagy szeretettel várunk ezekre a közös készületi imádságos alkalmakra mindenkit.